Hát meg az az igazság, hogy az oroszok azok hagyományosan, nem tudom szebben mondani, úgy kezelték az emberanyagot, mint egy fogyóeszközt. Tehát, hogy az orosz hadvezetésben az, hogy vigyázzunk a katonáinkra, az nem nagyon szerepel soha, és nagyon olybá tűnik, hogy most sem ementén gondolkodnak, tehát ha élő erővel meg lehet oldani, akkor csináljuk. Arra vannak a kaszkat, arra van a bokorugró, arra van a lövészkatona, hogy meghalljon. Tehát nem igazán látszik az az orosz megközelítés, hogy spórolni akarnának a katonáik életével. Amit mind a két oldalon látunk, hogy sem az ukránok nem nagyon tudják tisztességesen rotálni az alakulataikat, se az oroszok. Tehát vannak olyan ukrán egységek, vannak olyan ukrán katonák, akik mondjuk egy-két hetes szünetekkel már több mint 2 éve a fronton vannak. Mert aki már 2 éve a lövészárokban van, ugye szakadó esőben, kemény fagyban, tűzőnapsütésben, folyamatosan hallnak meg barátai, ismerősei, nyomorodnak meg egyfolytában tüzérségi tűzben, ez egész egyszerűen az ember elfogy. Tehát mentálisan, szellemileg feladja. Tehát egyszerűen az látszik, hogy pszichológiailag erodálódott el az ukrán haderő. Erre van rálátásunk. Valószínűleg sokkal jobb helyzetben az oroszok sem lehetnek. Erre nagyon szép példa az, hogy nemrég volt egy nagyon komoly tüntetés hullám Oroszországban. Ugye azoknak a szerencsétleneknek a feleségei, édesanyjai, gyerekei mentek a Kreml előtt tüntetni, és őket kivételesen nem verték szét, meg le sem csukták, akiket még 22. szeptemberében mozgósítottak 6 hónapra. És még mindig nem mentek haza. Maximum a temetésre adták haza. Itt mindenki tudja, hogy Oroszország nem azért fenyegetőzik az atomfegyverével, mert olyan borzasztó erős. Ugye az elmúlt 2 év az ukrán háború pont arról szól, hogy Oroszország messze nem olyan erős, mint amilyen erősnek mi mindannyian hittük itt nyugaton a háború előtt, és pláne nem olyan erős, mint amilyennek Oroszország hitte magát a háború előtt. Tehát amennyire logikusan mindenki el tudta mondani a 21 végén, hogy miért nincs annak értelme, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, és mind be is jött. Tehát mind. Oroszország elveszítette a prémium piacait, Oroszország gazdasága megroppant, Oroszország irgalmatlan emberveszteséget szenvedett el, a nemzetközi tekintélyének azért eléggé rendesen ártott ez a konfliktus. Ráadásul, amit sokan nem is gondoltak volna, Oroszország gyakorlatilag belekényszerítette Finnországot és Svédországot a NATO-ba az agressziójával, mert ezen két országban a közvélemény olyan gyorsan átváltozott, megijedvén attól, ami Ukrajnával történt, hogy nem a kormányzat akar belépni a NATO-ba, EU-ba. A közvélemény kutatások alapján mind a svéd, mind a finn lakosságnak több mint a 75%-a NATO csatlakozást akart azonnal. Hát hiába lesz egy tűzszünet, békét azt felejtsük el, tehát békeszerződést alig ha kötnek a felek. Mi a garancia arra, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics ezt véletlenül betartja? Oroszország 8 nagy nemzetközi szerződésben garantálta Ukrajna határait. A Minszk 1, Minszk 2 egyezményben, ami ugye szoktuk mondani a konfliktus előző szakaszában történt, nagyon sok történész, nagyon sok szakember azt mondja, hogy ez a 22-es háború, ez a 14-esnek egyenes folytatása, mondjuk ugye a második hadjárat. Tehát ez az orosz agresszió 14 óta tart. 14-ben, meg 15-ben Minszk 1, Minszk 2 kötnek egy megállapodást, egyik fél sem tartja be, de igazából az oroszok léptek szintet azzal, hogy 22. februárjában nyílt agressziót követtek el. Tehát a nagy probléma itt az, hogy persze irgalmatlan mennyiségű pénz kéne Ukrajna újjáépítésére, de újjáépítsük-e, hogyha ott az az óriási kockázat, hogy Putyin pár éven keresztül erőt gyűjt, aztán megint neki ugrik Ukrajnán.